Újra birtokba vehették az öreghegyi kultúrakedvelők közösségi házukat. Az idén 69 éves intézmény felújítása januárban kezdődött, és ezekben a napokban fejeződött be. Az önkormányzat a rekonstrukció első ütemét végezte el az intézményben, 60 millió forintból az alsó szintet tették rendbe. Megújult az épület földszintjének teljes villamos hálózata, komplett gépészeti és építészeti átalakításon ment keresztül a földszint férfi mosdó és a büfé, valamint a színházterem kivételével, megújult a földszinti helyiségek padló és fal burkolata, mennyezete is. A büfé átalakításával az új bútorokkal és lámpatestekkel tágasabb, barátságosabb lett a földszinti előtér. A színházterem előtt kialakítottak egy ruhatárat, a kiállító termekben pedig korszerű, kifejezetten kiállítások megvilágítására alkalmas lámparendszert szereltek fel. A város polgármestere azt mondja, ez volt a felújítás első üteme, a tervek szerint folytatódik a beruházás. Szerintem, aki belép majd ebbe a térbe, az itt a földszinten nagyon sok változást lát, de nagyon sok olyan beruházási elem is történt, ami a vezetékezést, a hálózatot, a belső munkákat jelenti, és legalább annyira fontos. És hát most bejártuk az épületet, hogy jó lenne ezt a következő években, vagy egy következő ütemben folytatni akár az emeleten is, különösen azért, hiszen egy viszonylag kerek évfordulóhoz közeledik az öreghegyi művelődési ház. Az ukrán menekültek megsegítésére rendezett jótékonysági koncertnek adott otthont a Fehérvári Civil Központ. Buk Tibor és a horvát testvérek Péter és Eli volt a koncert délután ötletgazdája, a kivitelezésben pedig a szegényeket támogató alapítvány, valamint Varga Tamás országgyűlési képviselő segített. A rendezvény ingyenes volt, a kihelyezett persejekbe várták a fehérváriak adományait. Ők zenészek, tehát ez egy koncert lenne, és akkor összefogtunk a civil központtal, és kitaláltuk, hogy akkor itt legyen a koncert. Nagy sikerű koncerteket adtak ők már korábban is, és meghívtuk a fehérváriakat, és természetesen ez úgy jótékonysági előadás, jótékonysági délután, hogy teljesen önkéntesen adakozik mindenki, ők a művészek ingyen lépnek fel, természetesen ez az ő hozzájárulásuk a gyűjtéshez. Megtörtént a Lovasberényi Reményik Sándor Református Általános Iskola alapfokú művészeti iskola és óvoda bővítése, valamint átadása. Az eddigi 25 helyett immár 50 kisgyermek befogadására alkalmas az óvoda épülete, melybe a régió 7 településéről várják a kicsiket. Az átadás a Magyarországi Református Egyház országos óvoda programjának keretében valósult meg. 36 milliárd forintból hozunk létre új óvodai férőhelyeket, illetve korszerűsítjük, újítjuk föl a már működő óvodákat. Mintegy 2000 óvodai férőhelyet korszerűsítünk, és mintegy 3000 új óvodai férőhelyet hozunk létre. Az a 400 millió forintos beruházás, aminek köszönhetően a mögöttünk látható óvodai épület megújult, az is ennek a programnak a része. Ezért köszönjük a Református Egyház, valamennyi egyház, ezen belül is a Református Egyháznak a partnerségét, a jó együttműködés lehetőségét. 20. születésnapját köszöntötte a Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület. A jeles évfordulón a Szent Gellért Hotel plenáris termében a tagság a jubileumi évindítón visszatekintést hallgathatott meg az elmúlt időszakról, illetve meghatározta jövőbeni feladataikat. Juhász László elnök hangsúlyozta, két évtizedes munkájuk megerősítette azt a célt, amit kitűztek, hogy szervezett formában pártoktól távol álló bejegyzett civil szervezetként legyenek a helyi lakók érdekeinek képviselői, teljesült, és a cél ma is az, hogy közösen élhetőbb, szebb, zöldebb Székesfehérvárt valósíthassanak meg. Ünnepi évindító lesz nekünk, hiszen rengeteg programot szervezünk egész évben, és a Válasz 20 jegyében így gyakorlatilag a 2022 jegyében hát elég nagy időszakot ölelnénk föl. Lenne mire emlékezni, ami biztos, hogy mostani tudomásom szerint is egyedülálló az, hogy civil szervezetként Magyarországon megyejúvárosba, nagyvárosba, civilként negyedszer ott tudunk lenni a közgyűlésbe. Ez köszönhető egyértelműen annak, hogy bár sokan máshogy gondolják, de abszolút önállóak vagyunk, függetlenek vagyunk, saját magunk akarata szerint cselekszünk.